Sziasztok! Nagyon-nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket. Hát, mit mondjak, gyerekek? Annyira izgulok, talán még soha ennyire nem izgultam, mint most. Mert annyira várom, hogy jól sikerüljön ez a mai nap, és hogy a végén azt mondjátok, hogy azt érezzétek, amit én is, hogy valami olyasmi indul el, valami olyasmi sikerül megcsinálnunk, amit még eddig soha senki, hiszen ugye ezt már mondtam, hogy ilyen nincs. Tehát nincs még egy ilyen rendszer, és én biztos vagyok benne, hogy ez a rendszer bizony képes lesz majd még az úgynevezett mesterséges intelligencia által vezérelt rendszereket is maga mögé utasítani. Közben szépen gyűlünk, elég sokan vagyunk, ennek nagyon örülök. A Facebookon is már elindult a követés, ennek is nagyon örülök. Hát gyerekek, a helyzet az, hogy ez a terem, amiben vagyunk, ez egy 500 fős terem, tehát 500-an férünk el benne, úgyhogy ég a világon semmiféle problémát nem okoz az, hogyha jöttök. Most már Amerikából is többen vagytok, ennek nagyon örülök. Tehát szépen, most már itt van Ausztria is, egyre több ország, egyre több képviselője. Ez nagyon szuper, ennek nagyon örülök. 8 órakor perc pontosan kezdeni tudom majd a mai élő bemutatót, és abban is biztos vagyok, hogy mindannyian nagyon-nagyon élvezni fogjátok, mert igyekeztem egy olyan bemutatót összerakni, ami én szerintem mindenki számára világossá tudja tenni azt, hogy egy új korszak kezdődik meg, egy olyan korszak, amely hát alapjaiban fogja felülírni magát az egész network marketinget. És ez a rendszer, amit rendkívül sokfajta módon, rendkívül sokfajta lehetőséggel kombinálva lehet használni, én szerintem mindenki számára világossá fogja tenni azt, hogy ez valóban egy korszakalkotó és egy forradalmi újítás lehet, mindazonáltal, hogy egy nagyon régi és nagyon ősi emberi tulajdonságra van alapozva. Na, 20 óra van, és hát kezdődik a bemutatóm is. Így hát el is kezdem. És akkor hatalmas nagy szeretettel köszöntöm a teremben lévőket, az élő közvetítést követőket, és természetesen azokat is, akik majd később felvételről nézzük meg ezt az élő bemutatót, és szívből remélem, hogy az élő bemutató során sikerül átadnom mindenkinek azt a bennem dolgozó lelkesedést, amivel ma valóban 100%-osan egyedi és egyedül álló ajánlatot fogok bemutatni. Én Debreceni Zoltán vagyok, a Gazdagodás Akadémia trénere és digitális nyugdíjas. Mindenkinek, aki ma itt van élőben velünk, vagy esetleg felvételről nézi ezt a bemutatót, tehát gyakorlatilag azért vagyunk itt, mert teljesen tisztában vagyunk azzal, hogy napjainkban nincs minden rendben az országban. És akkor ugye finoman fogalmaztam. Tudom, hogy sokan közületek azért vannak itt, mert nekik számukra muszáj valamilyen alternatívát találniuk a közelgő nehéz időkre. Tudom, hogy valamilyen alternatív bevételi forrást kerestek. Azt is tudom, hogy rengeteg ajánlat van, ahol hát ilyen semmit se kell csinálni, mégis jön a pénz, aztán később meg kiderül, hogy hát mégiscsak be kell valamit fizetni, meg mégiscsak jobb, ha toborozzuk az embereket, stb. Az elmúlt időszakban megtanultuk, és persze várható az is, hogy a közelgő energiaválsággal még inkább használnunk kell majd az otthonról dolgozást. Így a cég
ugye kevesebb energiát fog felhasználni, és persze az alkalmazottak is meg tudják spórolni az utazást, tehát plusz idő szabadul föl. Aki naponta 2 órát utazott a munkahelyére oda-vissza, annak most hirtelen lett 2 egész szabad órája, amit valamilyen pénzteremtő dologra fordíthat. A nagy kérdés az, hogy vajon mi legyen ez a tevékenység? Na, ekkor szokták az emberek a network marketinget is megpróbálni. Ahogy Eric Worre szokta mondani, a network marketing sem hibátlan, csak egyszerűen jobb, mint egy hagyományos vállalkozás, főleg a kezdők számára. Azért jobb, mert ugye jóval kisebb az anyagi kockázatvállalás, mint egy hagyományos vállalkozásnál, és azért nem hibátlan, mert ezt is emberek csinálják emberekkel, és itt mindig volt, van, és persze lesz is súrlódás és konfliktus. A legfőbb konfliktus forrása az a várt növekedés elmaradásából fakad. Ennek okai a következők. Az emberek utálnak eladni, az emberek szörnyen rossz toborzók, és a másolódás leállása már a harmadik mélységtől érződik. Mit csinálnak ma az emberek az interneten, ahelyett, hogy network marketinget építenének? Hát megpróbálnak eladni. Van, aki terméket, van, aki üzletet, van, aki esetleg mind a kettőt megpróbálja. Hogyan próbálnak meg embereket toborozni? Hát személytelen, ingyenes hirdetésekkel, olyan célcsoportoknak, akik teljesen immunisak ezekre az ajánlatokra. Ugye direkt Messenger, WhatsApp, Viber vagy Telegram üzenetekkel, amit ugye a célszemély, hát vagy azonnal a spam, vagy inkább a tiltó listára raknak. Vagy ott van a jó öreg személyes megkeresés, amit egy-egy családi összejövetelen esküvőn vagy ballagáskor érnek el. Hát és azt kell mondanom, hogy ezek az emberek, hát ilyenkor elég hamar magukra fognak majd maradni. Miből lehet pénzt csinálni az interneten? Hát egyrészt pénzzel, mint a tőzsde, vagy a digitális pénz, vagy a digitális világ, másrészt pedig információval, vagy tudással. Tudom, hogy sokan közületek a könnyű és gyors pénzkeresetet hajszoljátok, és sajnálom, hogy én vagyok a rossz hír hozója, de ezeket az embereket ki kell ábrándítanom. Sajnos tudás és internetes eszközök nélkül egyszerűen lehetetlen olyan bevételt teremteni, ami hosszú távon alkalmas lenne arra, hogy abból kényelmesen meg lehessen élni. Robert Kiyosaki azt mondja, az átlag emberek állást keresnek, a vagyonos emberek pedig hálózatokat. Robert azt is mondja a Cashflow négyszög című könyvében, hogy az igazán vagyonos emberek hatást többszöröző eszközöket használnak. És ezért javasolja azt, hogy mielőtt valaki vállalkozást kezdene, hát az vegyen részt egy network marketing üzletben, ahol életfontosságú vállalkozói képességeket tanulhat meg, méghozzá rizikómentesen. Ezért ért egyet Eric Worre is, aki azt mondja, hogy a network marketing nem hibátlan, csak jobb a kezdők számára, mint egy hagyományos vállalkozás, és természetesen ő is kiemeli a network marketing legnagyobb előnyét, a hatás többszörözést. Ilyen eszközök például a videók is, mint például ez, amit most nézel, és aminek a felvételét majd vissza tudod nézni. Azt is mondhatom, hogy a videó készítés az egyik legjobb eszköz arra, hogy hatással legyünk az emberekre. Ez bizonyítja az összes videós tartalmakat kínáló internetes platform gyors előretörése, és hogy mennyi időt töltünk el videók nézegetésével. Most legyünk egy kicsit interaktívak. Ki az, aki egyetért velem abban, hogy az igazán ütős, sok nézőt vonzó videó készítéséhez kell tudás és eszköz? Várom a válaszokat. Csak egy I betűt kérek, ha egyetértesz, és egy N betűt, ha nem. Nyugodtan, mert a terem megfelel a GDPR-nak, senki más nem látja a választ, csak én.
Oké, rendben van. Na, rendben, Zoltán. Oké, aláírom, elismerem, hogy egy jó videó elkészítéséhez, ami megfelelően hatástöbbszöröző, hát ahhoz kell tudás. Na de, hogy lesz nekem ebből pénzem? Kérdezheted joggal. Hát biztos néztél már mostanában YouTube vagy Facebook Watch videót. Ha igen, akkor biztos találkoztál reklámokkal, amiket a videókba raktak be. Hát ha neked van egy olyan videód, amit sokan néznek meg, és sokszor tudják benne megjeleníteni ezeket a reklámokat, akkor a YouTube is, és a Facebook is részesedést ad neked abból a pénzből, amit ugye a reklámra szánt a cég. A másik lehetőség az, hogy te magad csinálsz egy olyan reklám videót, amin valamilyen termékedet vagy szolgáltatást promotálsz, és így az eladásokból lesz majd pénzed. A harmadik lehetőség pedig az, hogy te egy network marketing üzletben akarsz sikeres lenni, és ezért olyan videókat csinálsz, ahol te a saját üzletedben elért eredményeidről, megtapasztalásokról beszélsz. Így persze hatással leszel azokra, akik megnézik a videóidat. Influencerré fogsz válni. Ez egy mostani ilyen divatos kifejezés erre a tevékenységre. Na, ha elég ügyesen csinálod, akkor az emberek elkezdenek téged követni, majd a rajongóddá válnak, és akkor majd csatlakozni akarnak hozzád. Ha minél többen csatlakoznak, annál nagyobb lesz a csoportod, és persze a jövedelmed is. Hát ez jól hangzik, de hogyan tudok én videókat csinálni, és honnan tanulom meg, hogy mi kell hozzá? Nos, az eredményes online hálózat építés alaptanfolyama pont erre készít fel. Itt olyan tudást adunk a kezedbe, aminek a segítségével rendkívül eredményes és hatásos bemutatókat fogsz tudni tartani. Tudnod kell, hogy van egy évezredes emberi tulajdonság. Az emberek azokat követik, akiknek van világos víziója, és azt érthetően közve is tudja adni. Na, ezen az online tanfolyamon azt fogod megtanulni és begyakorolni, hogy miként tudod ezt elérni. Ez a tanfolyam szemben sok más videókészítés tanító tanfolyammal most még ingyenes, figyelj, mert ingyenes azok számára, akik megvásárolják azokat az internetes eszközöket, amikkel profi megjelenést tudnak létrehozni az interneten. Ugyanis a helyzet az, hogy eszközök nélkül, hát a tudás semmit sem ér. Oké, jó. Megtanulom, hogyan tartsak szuper bemutatót, de mit érek vele, ha a kutya se nézi? Kérdezheted fel, merülhet fel benned ez a gondolat, és 100%-osan igazad van. Csak hát nincs okod az aggodalomra, mert három egymástól teljesen független módszert is megmutatunk arra, hogy hatalmas forgalmat tudjál gerjeszteni. Az első módszer az, amikor van időd, de nincs pénzed, vagy nem akarsz pénzt áldozni célzott reklámokra. Ha ezt választod, akkor meg fogjuk tanítani, hogy miként választ ki a te saját speciális célközönségedet, megmutatjuk, hogy hol találod meg őket, és persze azt is be tudod gyakorolni a mi segítségünkkel, hogy miként vedd fel velük a kapcsolatot, és hogyan irányítsd a kommunikációt abba az irányba, ami a csatlakozáshoz vezet. A másik módszer, amikor gyors eredményt akarsz elérni, és nem akarsz emberek nyűgyeiről beszélgetni. Megmutatjuk, hogy miként tudsz egy egyszerű, sima regisztrációval bejutni a világ egyik elit online marketing ügynökségéhez, és miként tudod ennek az ügynökségnek az adatbázisát felhasználva gyémánt minősítésű emberekhez eljutatni az ajánlatodat. Hát a feltétel az, hogy az ajánlatod az internet képes legyen, vagyis hogy tudjon angolul, angol nyelvterületen olvashassák, és hogy a terméket vagy a szolgáltatást a világ bármely pontján meg lehessen venni, vagy hogy használni lehessen. És jön a harmadik módszer, és ez a legújabb. Amikor rakétakilövésszerű növekedést akarsz elérni, úgyhogy nem fizetsz reklámra, és soha senkit nem toborzol be az üzletedbe, mert az emberek maguktól
és a legvirálisabb módon akarnak majd hozzád csatlakozni. Na ki az, akit ez a dolog érdekel? Kérek megint válaszokat ide a chatbe. Csak egy I betűt, annyit kérek csak. Ó, köszönöm szépen, jó sokan válaszoltok, ennek nagyon örülök. Na, hát ez egy vadonatúj fejlesztés, ami forradalmi módon fogja megújítani az online csoportépítést, és maga mögé fogja utasítani szerintem még a mesterséges intelligencia által vezérelt reklámokat is. Azt mindenki tudja, hogy azokból lesz a piacvezető, akik egy adott technológiát először kezdenek el használni. Minden piacon azok válnak a piac domináns vezetőivé, akik elsőnek mutatnak fel forradalmi újítást a piac szereplői felé. Lásd például iPhone, Tesla, Bitcoin, stb. Most itt egy ilyen volumenű újítást mutatok meg. Ezzel azt a lehetőséget nyitom meg előtted is, hogy alapító tagként egy milyen nyomott áron tudj te is hozzájutni ehhez a programhoz. Ahhoz, hogy működtetni tud ezt az új módszert, meg kell értened annak a működését is, méghozzá az emberi vonásaival együtt. Miután ez megtörténik, mindaz, amit a bevezetőben mondtam arról, hogy miért állnak le MLM csoportok, egyszerűen ez az ok, ez mind el fog tűnni. Tehát a működés. Vettél már részt az életedben valamilyen eseményen? Esküvő, balagás, szülinap, valamilyen évforduló, csapatépítő, stb. Kérek egy igent a chatbe, ha voltál már, vagy a komment szekcióba a Facebookon. Köszönöm szépen a válaszokat. Na hát, nézzük meg, hogy milyen változások történtek meg csak az elmúlt 5 évben. Nézzétek meg, hogy miként változtak meg a mobil felhasználási szokások. És ez csak az elmúlt 5 év. Szerintetek mi várható majd a következő 5 évben? Azt is biztosan láttátok már, hogy a különböző eseményeken milyen gyakorisággal kerülnek elő a mobilok. Mert hát ez egy emberi jellemző tulajdonság, hogy szeretünk emlékeket gyártani. Ugye, mert megint csak egyetért mindenki. Hű, de pöpec képet lőttél. Átdobnád nekem? Persze, hol küldjem? Hallottál már bármikor is ilyen vagy ehhez hasonló párbeszédet? Na, elmondom a saját történetem. Idén nyáron az őrségben voltunk az unokáimmal és a tesómékkal. A helyzet az, hogy nagyon-nagyon ritka az, amikor ezt így össze tudjuk hozni, hogy mi így együtt tudjunk lenni. Ezért természetes volt az, hogy igyekeztünk minden olyan helyzetet megragadni, amiről azt gondoltuk, hogy szeretnénk majd később is visszanézni, visszaemlékezni rá. Miután lement a nap, mi nem a tévét kapcsoltuk be, hanem jött a közös képnézegetés, és természetesen a kép cserélgetés is. Szóval nálunk minden este volt olyan, hogy ezt a képet kérem, ezt töröld. Szóval valóságos családi esemény lett a képcserégetés, és ha valaki közülünk épp nem volt ott a kép készítésekor, akkor néha egymás szavába vágva meséltük el a képhez tartozó sztorit is. Tehát az emlék oldalak program arra az alapvető emberi igényre épít, hogy szeretnénk önmagunk számára emlékeket készíteni, és örömmel osztjuk meg ezeket másokkal. Gyakorlatilag senkit se kell rábeszélni, vagy kapacitálni, hogy képeket készítsen, mert akinek ott van a fényképezős telefon a zsebében, vagy a kezében, az ugye tudjuk, hát így is úgy is meg fogja azt csinálni. Na most azt mutatom meg, hogy miként tudjuk ezt az emberi tulajdonságot arra fordítani, hogy növelni tudjuk a csoportunkat. Oké, gondolom ez is érdekes a számotokra. Na, itt most megint kell egy kis megértés a jelenlegi helyzettel kapcsolatban. Ha ma valaki elmegy egy eseményre, és ott emlékeket készít, akár saját magának, akár másoknak, akkor ezekről a képekről az eseménynek egy másik résztvevője csak akkor szerez tudomást, ha ugye, ha látja, hogy éppen készül a kép, vagy pedig, ha látja a már elkészült képet. Ugye ez irány tiszta.
Na, ha ez a másik résztvevő meg akarja kapni az elkészült képet, akkor az csak úgy lehet, ha ő is és a kép készítője is tagja annak a platformnak, ahol képeket lehet megosztani. Tehát ismerős partnerekké kell válniuk, mielőtt a kép megosztás megtörténik. Itt mutatok egy ilyen Facebook részt, hogy ha valaki nem a partnerem, akkor azt nem fogom tudni látni. Szerintetek egy házi buliban, egy színházi eseményen, egy koncerten, vagy egy üzleti rendezvényen ez működni fog? Hát nyilván, hogy nem. Na mi van akkor, ha magának a rendezvénynek a szervezője az, akit minden résztvevő ismer és bízik benne, ő kéri fel a résztvevőket, hogy az elkészült fotókat küldjék el egy általa elkészített digitális mappába, amit ugye a buli után meg fog majd osztani, és ott mindenkinek a képét meg lehet nézni. Ja, persze csak azok férhetnek hozzá ehhez a digitális albumhoz, akik tettek is be képet. Szerintetek a résztvevők hány százaléka akar majd ezzel élni? Ez mondjuk egy költői kérdés, úgyhogy csak tippeljetek magatokba. A csavar, amitől az emberek őrült módon kezdik el használni és ajánlani az emlékoldalakat. Éppen pont ma olvastam, hogy kaptam meg a statisztikát, hogy 57%. Tehát azok, akik megnéznek egy ilyen digitális albumot, és megkapják annak a lehetőségét, hogy díjmentesen csináljanak egy saját fiókot, azoknak az 57%-a él is ezzel a lehetőséggel, és elkészíti a saját ingyenes fiókját. Hát amikor valaki elkezdi használni magát a programot, akkor a rendszer, itt ahogy látjátok, elkéri az e-mail címét, hogy a tulajdonos majd el tudja erre az e-mail címre küldeni az esemény lezárulta után annak a weboldalnak a linkjét, ahol meg lehet nézni az összes képet és videót, amik ugye az esemény alatt készültek. Tehát az e-mail cím bekerül egy adatbázisba, vagyis hát te, mint a digitális album tulajdonosa, képes leszel ezekre az e-mail címekre újabb és újabb e-maileket küldeni. Ugyanakkor maga a kép készítője és beküldője kap egy rendszer szintű felajánlást, amiben azt fogja látni, hogy saját maga is ki tudja próbálni az emlékoldalakat, és ahogy mondtam, ingyen. Amint az illető rákattint a kipróbálom gombra, már is elkészül a saját fiókja, értesítést kap e-mailen, hogy miként aktivizálhatja ezt a fiókot, és már is használatba veheti. A bemutatóm legvégén meg fogom osztani a képernyőt, és meg fogom mutatni fizikailag, tehát itt az oldalon belül, hogy ez az egész hogy működik, hová kell kattintani, hogy nézzen, hogy néz ki, hogy képzeljétek el. És ezt megtehetitek akár angolul, akár magyarul, mert hát elkészült a fordítás, sőt, több nyelvre is el fog készülni a fordítás. Na, eddig csak az alapokról beszéltem. Nézzük, hogy mi várható. Szeretnél olyan személyé válni, aki nyugodtan csavarokat a világban, mert a bevételei mindenhol utolérik? Szeretnél olyan személyé válni, akinek nem kell komoly pénzügyi forgatókönyvet terveznie, mert a bevételei bőségesen fedezik a kiadásait? Szeretnél olyan személyé válni, aki nyugodtan nemet mondhat bárkinek, amikor a szeretteivel akar lenni, hogy most nem megyek veled? Tudom, hogy sokan közületek erről álmodoztok. Ezt mondjátok magatokba. Jó, hát meg lesz ez majd, ha nyugdíjas leszek. De sajnos ki kell, hogy ábrándítsalak benneteket, mert közületek a legtöbbnek sajnos nem lesz elég a nyugdíja, és dolgoznia kell majd nyugdíjasként is. És hát, ha dolgozni kell, akkor nincs szabad idő. Így hát már is minden ilyen álom elveszett. De várjunk csak. Lehet, hogy mégiscsak van egy megoldás. Mi lenne, ha te is digitális nyugdíjas lennél, mint én? Na, mit jelent az, hogy digitális nyugdíjas? Nos, ez egy olyan állapot, amikor te még igencsak az aktív éveidet éled. Lehetsz 30, 40 vagy akár 50 éves, vagy 50 pluszos is, mint én is, de rendszeresen kapsz jövedelmet, amiért csak egyszer dolgoztál meg.
rendszeresen kapsz fizetéseket, de már nem dolgozol értük. Pont, mint a nyugdíjasok. Csak te nem 40 évig dolgozol, és nem egy megalázó, semmire se elég összeget fogsz kapni. Te is kaphatnál heti rendszerességgel ilyen fizetési értesítéket. Mit szólnál, ha neked érkezne a számládra egy négy számjegyű jövedelem bomba biztosan és óramű pontossággal? Akkor lehet, hogy meg tudnád valósítani mindazt, amiről most csak álmodsz. Ha ott lenne a számládon egy ilyen összeg, amiből csak egy hétig kell gazdálkodnod, mert következő pénteken már is jön az új fizetési értesítő, akkor lehet, hogy másképp rendeznéd be az életedet? Sőt, ha most megmutatom, hogy miképp értem el azt, hogy egy nap alatt ekkora bevételem legyen, akkor megteszed, hogy figyelmesen meghallgatsz? Na, itt van az eredményem. Egy teljes hónapig voltam én az első helyen. Akarod tudni, hogy hogy csináltam ezt meg röpke 7 év alatt? Na, én azt az ígéretet tudom neked adni, hogyha a bemutatón végén igent mondasz, akkor megkapsz hozzá minden segítséget, és lépésről lépésre végigviszünk a tanulási folyamaton, aminek a végén ott van az a bizonyos négy számjegyű jövedelem dollárban és hetente. Kérlek, hogy írj be a chatbe vagy a komment részbe egy igent, ha akarod tudni, hogy hogyan kell tovább lépni, ha a tovább lépés részleteit szeretnéd tudni. Na, amíg a válaszokra várok, mutatok nektek egy képet, ahol az akadémia jelenlegi és reméljük, hogy jövőbeli trénerei próbálják átadni azt az oldott hangulatot, amiben részük volt az első és eddig egyetlen offline találkozom. Nagyon érdekes volt megfigyelni, hogy a sok online együttlét után milyen természetes szeretettel fordultak itt egymás felé, holott addig csak képernyőn keresztül kommunikáltak egymással. Többen közülük már jól érzékelhető létszámú csoporttal és jövedelemmel rendelkeznek. Közben itt megjöttek a válaszok is, és nagyon sokan küldtétek az igent, és tudom, hogy van közöttetek olyan, aki hát majd ebből a csoportból fog majd valakit mentorálni. Na hát, nagyon szépen köszönöm a sok pozitív visszajelzést. Oké, akkor beszéljünk a te jövődről. Ahhoz, hogy komoly bevételt tudjál elérni az interneten, részt kell venned az online gondolkodás mozgalmában, és meg kell tanulnod az online világ törvényszerűségeit. Na, mi ez az online gondolkodás mozgalma? Nos, ez egy olyan civil csoportosulás, amely függetlenné tesz minket mindenfajta gazdasági és politikai befolyástól. Ugyanis, ha neked megérkezik a számládra rendszeresen egy akkora összeg, ami több, mint a kiadásod, akkor kevésbé vagy érzékeny a negatív gazdasági helyzetre, sőt, könnyebben kezeled a politikusok rossz döntéseit is. A mozgalom tagjainak egy közös céljuk van. Minden tagot a lehető leggyorsabban eljuttatni az anyagi függetlenséghez. Ehhez kell tökéletesen megismerni és megtanulni az online világ törvényszerűségeit. Beszéljünk akkor most egy kicsit erről. A gravitáció az egy természeti törvényszerűség. Tehát, ha valaki beleesik egy gyorsodrású folyóba, és nem tud úszni, hát akkor komoly az esélye annak, hogy ő megfullad. Ez ugye egy élettani törvényszerűség. 10 meg 10 az 20. Ez egy matematikai törvényszerűség. Az eredményes online jelenléthez eszközök, vagyis szoftverek kellenek. Ez itt az online világ törvényszerűsége. Ezek nélkül, az eszközök nélkül nincs tartós és jól kezelhető növekedés. Elfogó oldal, mint például az emlékoldalak, amiket majd kicsit részletesebben is meg fogok mutatni, ahol ugye megkapjuk a potenciális jelöltek elérhetőségét. Hírlevél küldő,
ahol előre megírt és beütemezett levelekkel lehet a feliratkozókat, csatlakozókká alakítani, személyes jelenlét nélkül, weboldalépítő a tárhely szolgáltatással, hogy az interneten keresgélők is ránk találjanak, videótárhely a megosztásokhoz, ahova nem tolakszanak be a reklámok, mint például a YouTube-on, konferenciaterem a bemutatók, megbeszélések tartásához, a trollok és a rosszindulatú beszólók kizárásával. Figyelj, bárki bármi mást mond az online csoportépítésről és a network marketing online eszközeiről, az az online világ törvényszerűségét nem ismerő, téged tudatlanságból félrevezető információt ad át. Vajon mondhatjuk azt felelősséggel, hogyha én erős hittel hiszek az antigravitációba, majd nem fogok lehalni, ha meghalni, ha leugrok egy magas szikláról? Vajon mondhatjuk azt felelősséggel, hogy nem fog megfulladni az az úszni nem tudó, ha beleesik a vízbe? Vajon mondhatjuk azt, hogy 10 meg 10 az 22? Na, hát pontosan ezért nem lehet azt állítani, hogy fel lehet építeni egy nagy és jól növekedő csoportot csupán ingyenes eszközökkel, vagy csak a közösségi médiára támaszkodva. Természetesen ezeknek a szoftvereknek a helyes használatát meg kell tanulni. Ehhez van egy 90 napos online tanfolyamunk, ami két részből áll. Az első részben videó útmutatók segítségével el lehet sajátítani a kellő beállításokat, trükköket, finom hangolásokat, hogy azok a szoftverek, amiket az imént felsoroltam, azok pontosan azt és pontosan úgy csinálják, ahogy azt mi akarjuk. A második részben a forgalomgenerálás van a fókuszban. Végigmegyünk az összes számottevő közösségi média által kínált lehetőségeken. Az ehhez a részhez tartozó videósorozat végére te pontosan tudni fogod, hogy mit és hova kell beírni, mit és hol kell beállítani, hogy ezek az internet gigászok emberek százait vagy ezreit irányítsák a te jelölt szerzőrendszeredre. Na ki az, akit mindaz, amit eddig látott és hallott, kicsit lelkessé tett? Kérek egy ént ide a csetmezőbe, vagy esetleg a komment részbe, ha van. Van, akit igen. Köszönöm. Köszönöm a visszajelzéseket. Na, az eddig hallottak és látottak alapján ki lenne az, aki most rögtön szeretne belekezdeni? Kérek szépen egy ént azoktól, akik azt mondják, hogy én nem akarom a sikert majd valamikor. Nekem nincs időm arra, hogy halogassam azt a négy számjegyű bevétel elérését. Na, köszönöm. Látom, hogy nem mindenki, és ezt teljesen megértem. Igen, hát egy tóba se ugrik be mindenki a partról, mert van, aki előtte megméri a vízmélységet. Na, ők most arra kíváncsiak, hogy vajon milyen mélyen kell a pénztárcájukba nyúlni, ha használni szeretnék ezt a programot. Nos, figyelem, mert most olyan infók következnek, amik valóban fontosak. Mielőtt azonban árakról, díjakról beszélnék, engedjetek meg nekem néhány kérdést. Mivel ez a program egy 100%-ban cég független és nem MLM rendszerben működő program, ki az, aki úgy gondolja, hogyha meglenne vagy meg lesz ez a tudás, ami kell a jelenléthez, az internetes jelenléthez, a sikeres és eredményes jelenléthez, akkor ezzel a tudással és ezekkel az eszközökkel jelentősen növelni tudná a jelenlegi üzletének a forgalmát, és esetleg több csatlakozót tudna szerezni. Megint kérek egy visszajelzést a chatbe vagy a komment részbe. Na, ki az, aki úgy gondolja, hogy hasznos lenne egy új bevételi forrás a jelenlegi mellé, mert ott eléggé hullámzó a bevétel. Most is kérek egy visszajelzést. Oké. Na most köszönöm, igen. Na most arra kérlek, hogy csinálj el egy gyors fejszámolást. Tehát, ha egy év alatt
meg tudnád duplázni, vagy háromszorozni a jelenlegi bevételedet, de atombiztosan, akkor mekkora nagyságú befektetésre lennél ezért hajlandó? Kinek írjál egy összeget 1000 forintban? Egy, öt, tíz, húsz, akármennyi, tök mindegy. Ami neked így beleférne a büdzsébe, vagy úgy gondolnád, hogy na, ha megháromszoroznám a bevételemet, akkor ennyit bele tudnék fektetni. Jó. Oké. Na most készüljetek fel. Ugyanis, ahogy mondtam, az emlékoldalak program elindítható, mondhatnám így, hogy 0 forinttal, mindössze egyetlen 1 dollárral. Igen, jól hallottad. Tehát egyetlen 1 dollárral el tudod indítani, mindössze, mindjárt meg is mutatom, mindössze annyit kell tenned, hogy bekapcsolod a telefonodnak a QR kód olvasóját, vagy ha te a telefonodon nincsen gyárilag telepítve, akkor töltsd le most a Google Play áruházból, vagy az App Store-ból, és kérlek szépen benneteket, hogy csináljatok magatokról egy selfit, ahogy ott ültök a gépetek előtt, majd olvassátok be ezt a QR kódot, és küldjétek el a képet. Menjetek végig a folyamaton, igen, és kérjétek el magát ezt az ingyenes fiókot. Na, remélem, hogy elég idő volt rá. Na, a megadott e-mail címetekre kapni fogtok majd egy levelet, ahol a meghívottok át fog adni egy ilyen rejtett linket. Ezen a rejtett linken keresztül tudjátok majd az internetes bevételhez szükséges szoftvercsomagot megrendelni. Ezt is egyetlen 1 dollárért, igen. Jól hallottad, 7 napos próbaidővel kipróbálhatod a teljes funkciójú szoftvercsomagot. Ezen felül, ha már megvetted azt a csomagot, amelyik neked szimpatikus, akkor kapsz még egy 30 napos pénz visszafizetési garanciát. Vagyis, ha nem stimmel valami a szoftverekkel, akkor kérdés nélkül utalja neked vissza a cég a kifizetett összeget. Plusz az emlékoldal fiókodat ettől függetlenül meg tudod tartani, és persze használhatod. Ha betelik a tárhely, akkor 2 kattintással igényelhetsz nagyobb tárhelyet, és több eseményt te is meg tudsz örökíteni. És akkor most annyit fogok tenni, hogy kilépek ebből a prezentációból, megosztom a képernyőt, ahhoz, hogy meg tudjam nektek mutatni magát, ezt az emlékoldalt, és hogy miről beszéltem. Amit látjátok, van, ez már egy tehát már magyarra fordított oldal. Ezt holnapra már kiavítják, és újból megteszik. Tehát igen, tehát itt van a tagok ajánlása. És itt ez a termék az, ami eladja saját magát, és ez elég jó. Tehát itt, amit látjátok, 50% direkt értékesítési jutalék, és további 25% csoportjutalékot fizet ki a cég a termékeknek a forgalma után. Természetesen különböző rendezvényeken lehet segíteni magának a házigazdának. Ugye, ahogy mondtam, így történik meg a jelölt generálás, és amikor valaki megadja az e-mail címét, akkor segíteni, hogy akár az emlékoldalakon keresztül, akár egy másik ajánlaton keresztül tudjanak bevételt teremteni maguk a személyek is. Arról beszéltem, hogy ez egy affiliate weboldal, vannak már magyar nyelvű bannerek, magyar nyelvű közösségi média bannerek, lesznek magyar nyelvű reklámszövegek, és itt van arról szó, hogy mit fizet, és itt van az az ajánlat, amiről az imént beszéltem, ez kifejezetten azoknak szól,
Igen, Michael azt írja, hogy ez a page holnapra már készen lesz. Igen, köszönjük, Mike. Tehát itt mutatom meg azt, hogy ha valaki éves viszont eladó szeretne lenni, 297 dollár per év a díja, mindössze egyetlen egy dollár és 30 napos próbaidő van arra, hogy valaki kipróbálhassa, hogy maga ez az egész rendszer hogy működik. Persze 35 dollárért lehet valaki rendes jogutát, az egy dollárért is ugyanazt megkapja, de ha valaki nem akar próbaidőbe bonyolódni, ők azonnal a 35 dollárt is választhatják. És akkor itt mutatom, ez az értékesítési oldal, ide fel fog kerülni majd egy magyar nyelvű videó, ami már elkészült, csak még különböző dolgokat kell megtenni. Nagyjából ez az oldal is ugyanazt mutatja, mint a többi. Hát itt mutatja azt, amit mondtam, hogy fogadj fotókat és videókat, mindössze a QR kódot kell megosztani, és a QR kód segítségével már is el lehet indítani magát a folyamatot. Ezek azok a tények, amikről beszéltem a bemutatóm alatt, és most nem fogom megismételni természetesen. A cégről és a cég vezetéséről itt vannak az információk, honnan indult maga ez az egész folyamat, vannak a gyakran ismételt kérdések, és itt vannak a különböző csomagok. Amit nagyon fontos elmondani, az az, hogy igen, az az, hogy van egy 25 gigabyte tárhelyen rendelkező csomag, aminek mindössze 8 dollár a havidíja. Van egy 100 dolláros, vagy nem 100, hanem egy 100 gigabyte-os csomag, ami 12 dollár. Erről a kettőről azt kell mondani, hogy ez kifejezetten felhasználói csomag, tehát aki viszont eladó akar lenni, azoknak további 35 dollár viszont eladói díjat kell befizetni. És itt van a csavar. Mert aki 35 dolláros csomagot vesz meg, annak nem kell az újabb 35 dollár befizetni, ő eleve viszont eladóvá tud válni, és itt van, hogy 1 terabájtnyi tárhelyet kap. Ez gyakorlatilag egy életre elég. Úgy komolyan mondom. Elképesztő mennyiségű képet, videót, meg más egyéb ilyeneket lehet fölrakni. És akkor itt mutatom most meg, hogy hogy működik maga ez az egész rendszer. Amit látjátok már maga a háttériroda is, le van fordítva, magyarul beszél, és úgy kell elkészíteni egy eseményt, hogy rákattintunk erre a gombra, ide beírom azt, hogy élő ékezet nélkül esemény. Ez az URL lesz, tehát ez a link lesz az, amit majd meg fogok osztani, akkor, hogyha majd a képek megérkeztek, és minden, és le tudom már zárni a dolgot. Természetesen ezt majd meg fogom mutatni másoknak is. Tehát ide beírom azt, hogy így kérlek, ide küldd el a képeket, ide küldd el a képeket. Így ennyi, emlék elkészítése, rákattintunk, és bam! Látjátok? Már kész is. Már itt is van. Ez a weboldal címe. Itt ki tudom másolni a weboldal címet, itt szerkeszteni tudom, ha akarom. Ez itt egy feltöltő link, tehát hogyha nem a QR kódot akarom kiküldeni, hanem magát a linket, akár közösségi médián, akár e-mailen keresztül, akár direkt egy az egyben valakinek Messengeren, valamilyen chatben, Viberen, bárhol, akkor ezt is meg tudom tenni. És itt elkészült a QR kód. Ez az a QR kód, amit az imént be lehetett olvasni, és el lehetett vele indítani egy saját ingyenes
emlékoldal programot. Tehát így lehet, ennyire egyszerűen lehet emberekkel kapcsolatot fölvenni, és emberekkel tartani a kapcsolatot méghozzá hosszú-hosszú időn keresztül, e-mailek segítségével, személyes jelenlét nélkül. Ergo, amiről beszéltem a bemutatóm elején, senki semmit nem ad el, hiszen arról beszélünk, hogy egy teljesen természetes folyamat van. Csináltál egy jó képet? Elküldenéd nekem? Igen, persze, hogy ne. Hol küldjem el? Figyelj, itt van ez a QR kód, ezt olvasd be, légy szíves, és itt küldd el. Két kattintás. Bám már küldi is. És miközben küldi, meg fogja adni az e-mail címét, mert akarja látni, hogy mások milyen képeket csináltak. Tehát abszolút természetes módon működik a dolog. Megvan az e-mail cím. Az e-mail címet ugye azért küldi el, hogy megnézhesse majd azokat a képeket, amik készültek, de te már az első e-mailben megkérdezheted tőle, hogy mit szólna hozzá, ha te küldenél olyan információkat, amik őt esetleg érdeklik. Tehát ilyen egyszerűen el tudod indítani magát az egész folyamatot, és el tudod kezdeni magának az e-mail címeknek a begyűjtését. Majd amikor készen van, akkor csak rákattintasz erre, hogy tegye publikussá, onnantól kezdve bárki számára, aki küldött be képet, mindenki számára megnézhetővé válik maga ez a digitális album, és ki lehet neki küldeni e-mailben, hogy gyerekek, lezártuk a digitális albumot, itt van ez a link, ezen keresztül meg lehet nézni. Tehát ennyire egyszerűen működik maga a dolog. Közösségi média bannerek itt vannak, ezeket link le lehet tölteni, amint látjátok, magyarul beszélnek, tehát fel lehet hívni magyar résztvevők figyelmét arra, hogy működik ez a rendszer, de természetesen, ha valakinek arra van igénye, akkor angolul is meg lehet csinálni, tehát angol nyelvterületen is természetesen működik, mozog maga ez az egész rendszer. És akkor most visszalépek. Így. És jön a prezentációmnak az utolsó diája. Oké. Tehát mi, akik ugye már trénerek vagyunk, szeretettel várunk mindenkit az online gondolkodás mozgalmába. És én azt kívánom, hogy legyél te is velünk együtt gazdaságilag és politikailag független szabad ember. Találkozzunk az eredményes online hálózatépítés csoportban, és én azt tudom neked javasolni, hogy minél előbb jelentkezz, minél előbb induljál el, és kérd a trénereknek, a mentoroknak a segítségét, hogy minél előbb te saját magad is olyan bemutatókat tudjál tartani, amire igény van, amire az emberek igent mondanak, és amiért a te csoportod elkezd egyre nagyobb és egyre nagyobb lenni, és használd ehhez az emlékoldalaknak a lehetőségét. Köszönöm szépen, hogy ma velem tartottál. Ha esetleg van kérdés, akkor most nagyon szívesen válaszolok rá. Megváltoztatom itt a rendszert, így. Tehát most már nyugodtan jöhetnek a kérdések. Ha valakinek van kérdése, nagyon szívesen válaszolok rá, mert a felvételt hol lehet visszanézni és mikortól? A felvétel rögtön azután, ahogy itt ezt lezártuk, ezt a mai élőt,
a Debreceni Zoltán tréner oldalon, Facebook oldalon már is visszanézhető. Megosztható, kommentelhető. Remélem, hogy ez így jó. Tehát Debreceni Zoltán tréner Facebook oldal. Így keressél rá, és ott már is meg fogod tudni nézni, amint lezártuk ezt a mai élőt. Természetesen én meg fogom osztani majd még különböző csoportokban, természetesen föl fogom tenni a YouTube csatornámra, föl fogom tenni azokra a helyekre, ahol még engem követni tudtok, Instagram, LinkedIn, természetesen ott is meg lehet majd nézni. Jó. Más kérdés esetleg? Van-e még? Ha nincsen, akkor én hatalmas nagy tisztelettel köszönöm meg az érdeklődéseteket, az, hogy velem voltatok, hogy ilyen interaktívan, ilyen nagyon jól tudtunk végig kommunikálni, és én azt tudom javasolni nektek, hogy találkozzunk az eredményes online hálózatépítés csoportnál, ahol aztán természetesen el lehet indulni az online jelenlét felé, és természetesen a bevétel növelés felé. Most már búcsúzom, köszönöm, hogy velem voltatok, szervusztok!